Gyerekkorom óta hallgatom a rádióban a csodálatos opera felvételeket, csodálatos énekesekkel, úgy a magyarokkal, úgy a külföldiekkel. És érdekes módon a tenor hang az, ami engem nagyon-nagyon inspirált, a G-nek a hangja, a Caruso-nak a hangja, a Skipának a hangja, és majd utána jöttek aztán a szopránok, Totti Dal Monte, Caballé, Maria Callas, Renata Scotto, Renata Tebaldi, és én egy tanyas iskolában nevelkedtem föl, és ott csak egy pici kis táskarádióm volt, és a táskarádiómon hallgattam először operetteket, aztán utána operákat, mindent hallgattam, tehát egy mindenevő voltam, minden megragadott, ami szép, és észrevették nagyon korán édesapám még, hogy hát nagyon nagy affinitásom van az énekléshez. Úgyhogy már különböző iskolai rendezvényekhez már kértek is, hogy énekeljek el egy-egy népdalt. Most ez nagyon érdekes dolog, hogy a pályám során, amikor koncertjeim vannak, nem tudom, észrevették-e most is, koncertjeim vannak, egyszerűen soha, de soha nem hagyom ki a népdalt. Annyira szeretem, annyira tiszta, egy igazi tiszta műfaj, és mindenféle modorosságtól mentes műfaj. Az opera éneklés az meg, hát az meg úgy jött, hogy tulajdonképpen versenyeket kezdtem nyerni, énekkarban énekeltem, majd felvettek a konzervatóriumba, majd szólóéneket tanultam, Berda Valériánnál Szegeden, szegedi születésű vagyok, fuvolát tanultam, és igazából azt éreztem, hogy én nekem ez lesz az életem, mert amikor én énekeltem, mindig egy nagyon nagy boldogság volt bennem. És ezt a boldogságot, amikor fellépek, úgy érzem ezt a boldogságot, az örömet, muszáj, hogy továbbadjam a közönségnek. És úgy gondoltam, hogy nem mondtam ki sose magamnak se, hogy operaénekes leszek, de hát minden jel arra mutatott, és minden versenyt megnyertem. Vagy ha nem, akkor külön díjat kaptam. És tehát semmi sem menthetett meg attól, hogy az opera színpadon lépjek föl. Viszont nem vagyok hűtlen a kamarazenéhez sem, a népdalhoz sem, és ennek különösen örülök, hogy most az opera műfaj mellett még kamarazenélhetek is, Víg Andreával, vagy Jandó Jenővel, vagy Vásári Tamással. És a könnyű műfajokat is nagyon szeretem, így az operettet nagyon szívesen énekelek, és úgy gondolom, hogy egy énekesnek minden műfajban otthon kell lenni, és én nagyon jól érzem magam minden műfajban. Hatalmas nevekkel állt már együtt színpadon. Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki, ha jól emlékszem, Carreras-t olvastam, hogy Carreras-tal is, Placido Domingóval is énekelt már együtt, hogy odaállhasson két ilyen talentumos férfi mellé, és mellettük énekelhessen egy színpadon. Olyan érdekes, hogy a pályám elején is, amikor ugye debütáltam a Bohém Életben, akkor Giuseppe Patané dirigált nekem, ő tanította meg Budapesten a szerepet, és Kelem Péter volt a partnerem. Kelem Péter akkor már régen az operaház tagja volt, én nagyon friss diplomával kerültem be. És arra emlékszem, hogy amikor a Kodály versenyt megnyertem, akkor a Ferencsik János felkért engem egy
egy budavári Tedeumra. És olyan érdekes, hogy Ferencsik Jánostól sem, hát ő is egy hatalmas nagy karmester, Lukács Ervintől sem. Egyáltalán nem, hogy megijedtem volna, megrémültem volna, hanem úgy éreztem, hogy több vagyok. Tehát, hogyha nagyobb partnereket kapok, azért mondok most magyarokat, mert ott kezdtem, nagyobb, minél nagyobb partnert kapok, akkor én annál jobban ki tudom magamból hozni. Ez egy, nem tudom mi ez, igazából ezt nem lehet tanulni. Az ember vagy ráérez erre, vagy sose érez rá, vagy megijed. Általában az a tapasztalat, hogy megijednek az emberek a nagy partnerektől. Engem feldob, engem belőlem olyan dolgokat, olyan rejtett kifejezéseket hoz ki, és rejtett tudást hoz ki a nagy partner, hogy teljesen fel tudok nőni, tehát mint kezdő énekes, hát természetesen a José Carreras-szal kezdtem, ő volt az első nagy patronusom, és vele énekeltem először, és ő vitt is engem mindenhová partnerül. Ez 79-ben volt, amikor a, bocsánat, 81-ben, 79-ben debütáltam, 81-ben volt, amikor a Carreras-szal találkoztam, és attól kezdve a világon mindenhova vitt engem partneréül, mert azt mondta, hogy ő azt látja bennem, hogy teljesen méltó partner tudok lenni, teljesen fel tudok hozzánőni, mint kezdő, és hogy őt még ez segít és inspirálja. Hiszen, hogyha az ember úgy néz a partnerére, mint Mimi, és nem mint egy privát civil művész, hanem mint Mimi, akkor abban a pillanatban az a partner úgy néz rá vissza, és az jobban beleéli magát a szerepbe, de ugyanígy voltam Placido Domingóval is, akivel nagyon-nagyon sokat énekeltem szintén, nagyon szeretett velem énekelni, vagy a Pavarottival, akit hát mondanom se kell, hogy egy csodálatos, másik csodálatos élmény volt, aki, amikor énekeltem a Bohém életet, úgy éreztem, hogy leönt az arany hangjával. Tehát egyszerűen ott álltam, és nem akartam elhinni, hogy ilyen tökéletes, ilyen gyönyörű éneklés van. Ahogy itt beszélgetünk, egy igazi nő, egy igazi díva ül itt velem szemben, és hatalmas férfiakról, egyeniségekről beszéltünk, és ezek mellett, az egyeniségek mellett ott kell lenni nőként is. Az ember, hogyha az operáról hall, akkor hát a teltebb, kevésbé nőiesen, tehát nőiességet kihasználó hölgyekre gondol, de hát önnél ez abszolút nem, mennyire fontos az az ön életében, pályájában. Gondolom, itt is motiválják azok a férfiak, akik mellé oda kell állni, hogy 100%-ig nő maradjon. Ez nekem soha, érdekes, hogy soha meg nem fordult a fejembe, hogy esetleg én nagyon szeretek nő lenni, nagyon szeretek a bőrömben lenni, mindig is nagyon szerettem, és akkor is, hogyha teljesen mindegy, hogy az ember nadrágot vagy akármit visel, nem attól függ. Tehát nem a külsőségektől függ, hogy az ember a nőiességet meg tudja tartani. A mai világban megmondom, ez egy kicsikét nehéz, amikor a nők egy picikét átvették azt a hát irányító szerepet is, meg hogyha valahol főnök, vagy valahol például valahol primadonna, akkor otthon is hajlamos az ember, hogy az legyen. És érdekes, hogy én nem. Mint ahogy mindig kérdezték tőlem, hogy megérintettek-e ezek a nagyon nagy partnerek, akik hát fantasztikus macsók, hát egy fantasztikus férfiak. Ott a színpadon abszolút igen, de amikor bementem, nekem mindig volt kapcsolatom, állandó kapcsolatom, nagyon hosszú, én egy monogám típus vagyok, és hogyha ez a kapcsolat már nem is olyan, de együtt vagyunk, akkor én egyszerűen oda tartozom. És ez egy érdekes dolog, hogy befejezzük a nagy előadásokat, leveszem a sminket, letörlöm, leveszem esetleg a pótot, vagy a kosztümöt, és én nem rögtön, hát megmondom azért, hogy sokáig zsong az emberben, a szerep viszi magával, de az a fajta, olyan fajta szerep, tehát amikor én szerelmesen néztem mondjuk a Luciano Pavarottira, ő meg viszont, ez más, ez a színpadi szerelem, amit az ember ott hagy, hiszen az ember nem viszi magával, mint ahogy a ruhát nem viszi magával, az is egy szerep, ott éltem, az egy élet, amit ott hagytam, az egy csodálatos dolog, amit ott hagytam, de én már én vagyok. Mert másnap újabb ruhát kell fölvenni, és újból belebújni egy másik szerelmes nőnek az alakjába. Tehát ez egyszerűen az ember nem viheti tovább. Nagyon fontos, hogy egy művész, nagyon, nagyon jól fogalmazta meg, egy művész nő legyen. Az jutott nekem eszembe, amikor Sophia Lorennek a férje
azt mondta, hogy az ő felesége az abban különbözik a többi színésznőtől, hogy az ő felesége művész és nő. Tehát művész nő. A másik is színész nő, de művész nő az valami más. Tehát azok az igazi jó színészek, vagy művészek, vagy előadó művészek, akik művészek, akik nők tudnak maradni. És nagyon fontos a női szerep. És én úgy érzem, hogy én otthon is, tehát a páromtól én azt várom el, hogy férfi legyen, és én meg azt várom el magamtól, hogy csak a női munkákat, azt nagyon jól csináljam, nagyon szeretem a női munkákat, tehát, és a páromtól meg azt várom, hogy mint férfi ott álljon mellettem, és ilyen van, hogy férfi és női munka. Van, ahol a nőnek kell nagyon jól szerepelni otthon, és van, ahol a férfinek. De én mindig azt várom, hogy ő mit szeretne. A nőkben van egy ilyen fantasztikus alázat. Ez nyilván a sok, az anyaság, meg mindenféle más szerep, amit az ember magára vesz. De nagyon fontosnak tartom, hogy a nő maradjon nő színpadon is, és otthon is. Nagyon sok nagy szerelem, nagy tragédia van az opera műfajában. Az ön véleménye szerint mennyire van szükség ma a fiataloknak arra, hogy a zenének ezt a szegmensét is megtanulják, megtapasztalják, hiszen olyan érzelmi töltete van, amit mondjuk az R&B, vagy a funky, vagy a most divatos irányzatok nem tudnak megadni? Hát ez megint egy nagyon jó kérdés. Igen, én úgy gondolom, hogy azért fontos az opera műfaja, és esetleg ez a csodálatos műfaj, ez a kamara zene, amit az Andreával itten előadunk már évek óta, egymásra találtunk, mint muzsikusok. Nagyon fontos, mert én hiszek az igaz szerelemben. Én hiszek a hosszantartó szerelemben. És ez az ember mindig, azt mondom, hogy mindig a nő az, aki ezt addig tudja tartani a partnerét, ameddig akarja. Tehát a nőn nagyon sok múlik itt. Megint a női szerep nagyon fontos. És a mai világban, amikor futunk, szaladunk, mindenki egyforma, ez nem jó. Én azt gondolom, hogy azok, akik úgy igazából rajonganak az operáért, ott valamit a zene által, valamit a csodálatos drámák által, az örök szerelemből valamit megéreznek, valami megérinti őket, és szerintem más emberek lesznek azok az emberek, akik eljönnek az operába, vagy egy-egy ilyen csodálatos koncertre. Hazaviszik magukkal azt, amit kaptak, azt a tisztaságot, azt a szeretetet, mert én azt gondolom, hogy nekünk művészeknek nagyon nagy szerepük van ebben, hogy a zene szeretetét átadjuk, mert a zene az, ami megszépít, a zene az, ami megjobbít, a zene az, ami igaz, a zene az, amit mindenki úgy hallgat, ahogy ő szeretné. Tehát mindenki úgy hallgat, mintha neki szólna. És itt ez a gyönyörű. És ettől az embernek a lelke megváltozik, ettől az embernek szebb lesz az élete. És én hiszek abban, hogy az az ember, aki énekel, nagyon dicsérem a karaokét, nagyon dicsérem, fantasztikus jó dolog. Ugyanis az éneklés, mindenki énekeljen. A Kodály is azt mondta, mindenki énekeljen. Azért nagyon fontos az éneklés, mert az az első, én úgy gondolom, hogy a baba, amikor megszületik, akkor az első hangok, azok sírás hangok, de azok is valahol zene.
Tehát az éneklés azért fontos, mert stresszlevezető. Az éneklés azért, mert az ember, amikor énekel, megszabadul attól a sok összegyűlt probléma, sok bánattól szabadítja meg. Tehát egyszerűen egy olyan, mint egy ilyen lelki, igen, nekünk van egy lelki striptizünk, de tulajdonképpen egy lelki mosás, egy lélekmosás, amikor az ember eljön egy koncertre, és esetleg felüdül, mert elfelejti a problémákat. És én azt mondom, minden embernek kellene állandóan zenét hallgatni és énekelni.